A DK ráindítja önt Karácsony Gergelyre. Ezt tudja cápolni vagy megerősíteni? A közgyűlés előtt is volt egy sajtómunkatárs, aki rákérdezett erre. Még a Demokratikus Koalíció nem foglalkozott a 2024-es önkormányzati választások személyi kérdéseivel. Az árnyék szóvívő kedden még azt mondta, hogy nem döntöttek személyügyi kérdésekről, szerdán pedig Gyurcsány Ferenc már bejelentette, hogy Szegeden Botka Lászlót támogatják. Mi Botka László jelöltését és megválasztását fogjuk támogatni a Demokratikus Koalícióban. Sajtóhírek szerint a DK bőszanettet fogja elindítani főpolgármesternek Karácsony Gergellyel szemben. A jelenlegi főpolgármester helyettes ezt kérdésünkre nem is cáfolta. Jelen pillanatban nekem nincsen arra mandátumom, hogy bármit a Demokratikus Koalíció szövetségi rendszerben való mozgásáról a sajtóval közölje. Tehát akkor nem cáfolja végül is? Nekem nincsen mandátumom arra, hogy a DK-nak bármely stratégiai lépésről jelenállásban beleálljak és elmondjam. Köszönöm. Tordai Bence még nem hallott arról, hogy bőszanettet indítaná a DK, Fekete Győr András szerint pedig bárki alkalmas főpolgármesternek. Bőszanettet mennyire tartják jó főpolgármester jelöltnek? Hát én azt gondolom, hogy erről esetleg kérdezze meg a választókat. A főpolgármester jelöltnek mindenki alkalmas, nem? Aki mindenki alkalmas. Aki a 18. életévét betöltötte, hát hogy jelölt legyen, mindenki alkalmas. És az ellenzéki térféle mindenki alkalmas? El kell indulni az előválasztáson, és utána a választópolgárok majd szavazni fognak. Én ebben hiszek, demokrata vagyok. A Momentum Karácsony Gergelyt támogatná, vagy saját jelöltben gondolkodik? Nincs még döntés. De akkor ez még egy kérdőjel. Ahogyne. Sajtóhírek szerint a DK rá fogja indítani bőszanettet Karácsony Gergelyre. Ja, én ezt most hallom először, és ne haragudjon, de nem tudom komolyan venni. Nem cáfolta nekem főpolgármester helyettes asszony ezt. Valóban. Akkor várjuk meg, amíg megerősíti, és akkor majd vélemény nyilvánítok róla.